Fészek Színház, nagyon összetett dolog. Ugye van nekünk egy társulatunk, ami annak idején egy szimpla diákszínházként indult, de ma odáig jutottunk, hogy gyakorlatilag minden korosztály jelen van. Most az idei tavaszi egyik bemutatónk, a Nem más, az én feladatom lett, és a klasszikus diákszínházi hagyományokat próbáltam feleleveníteni. Amikor elkezdtük a darabot csinálni, akkor a célom az az volt, hogy elsődlegesen közösségépítés, az egyéneknek a fejlődése, és valamikor a hosszú sor végén a színház csinálás legyen. De például neked az nagyon fontos, mert alig lehetett észre, hogy bejössz. Úgy gyere be, hogy észre lehessen venni. Amikor kimentél, az már tök jó volt. Józsi nagyon bizonytalan vagy, pusztításon eltűntél, utána túl sok lettél, szerintési kérdés. Azért Nem más a címe, mert egy olyan témát feszeget, amiben az mutatkozik meg, hogy az emberek bizonyos szempontból nagyon hasonlítanak egymásra, tehát teljesen mindegy, hogy milyen problémákkal küzdködnek, a problémák azok adottak, és az problémákat kell megoldani. Konkrétan itt van egy lány, aki nem beszél, néma, halló néma, és ő is egy ugyanolyan lány, mint a kortársai, akinek ugyanolyan problémái vannak, mint bárki másnak az életben, plusz ez a nehézsége, hogy nem tud beszélni. Tulajdonképpen ezért Nem más, a Nem más, meg hát persze azért is, mert hát, hogyha nézzük a darabot, akkor rájövünk arra, hogy mi sem vagyunk mások. Akkor mégis jobban hasonlítunk. Úgy tűnik. Nem. Tudod, neked könnyebb, mert te más vagy. Más. Nem? Sárát alakítom, akiről először azt hittem, hogy gonosz. Mert nem is tudom, hogy miért. Aztán, ahogy így a próbáról próbára, jelenetről jelenetre felvettem a karaktert, rájöttem, hogy igazából nem gonosz, csak így igaz, hogy elméletileg én vagyok a Sára kedvenc, de mégis egy kényszer voltam a szülőknek, és talán ez okozta, hogy olyan, amilyen. A Nem másnak tulajdonképpen a nagyon fontos üzenete, hogy a fiatalok képesek-e arra, hogy a felnőttek tanításait, tudatos vagy tudattalan tanításait, mind a kettőre van példa a darabban, a tudatos tanítás a nagymama részéről, a tudattalan tanítás pedig az édesapa részéről. Tehát, hogy ezeket a tanításokat, illetve életmintákat figyelembe véve tudnak-e az életükön változtatni, vagy tudatosabban élni, és bizonyos helyzeteket, amiket már mások előttük megéltek, azokat kikerülve egy kicsit jobban alakítani a sorsukat. Ami nagyon érdekes például, hogy van a felnőttek a darabban, van egy színésznő, Andai Kati, és van egy pályakezdő, Magyar Józsi. Ők együtt a színpadon például nagyon különböznek, és ez nagyon érdekes, hogy őket össze lehet hozni. Aztán vannak a fiatalok közöttük is, vannak rutinosabbak is, és vannak kezdők. Most a premier előtt egy héttel, de mit is mondjak, jó lesz, meg fogjuk csinálni, azt hiszem. Elkészül a darab, de nagyon sokat kellett dolgozni, miközben a látszat az megint csal, mert úgy tűnik, mintha mi nagyon keveset dolgoztunk volna, sokkal többet játszottunk, beszélgettünk, de ez egy nagyon kemény munka volt. Más a munkamódszerem, nekem ez kevés próba, de biztonságban érzem magam, mert tudom, hogy nem történhet velem baj a színpadon, mert a többiek majd kisegítenek, ha esetleg volna valami baj. Tehát nagyon jó közösség, és nagyon élvezem a szerepemet. Mit ne lehetne élvezni egy pesgőzős nagymamán? Mit iszunk? Pesgő, vörösbor, hubertus, málaször. Pesgőzünk! Jaj, majd kérnék egy villát, és ki nem állhatom a buborékot. Akár mikor csinálunk egy darabot, akkor ez nagyon közel hoz minket egymáshoz. És ez egy felejthetetlen élmény. És mindig megmarad, és mindegyik darabnak teljesen más a hangulata, és más emlékek fűződnek hozzá. Így teljesen más tapasztalatokat nyer az ember. Nagyon jó együtt alkotni, és valamit átadni a közönségnek. A próba folyamat nem volt olyan hosszú, mint amire számítottam. Rövidebb volt, de nagyon
nagyon élvezetes. Voltak vicces dolgok is, és kevésbé viccesek is, mert van egy olyan jelenetem, amikor... Hát ez kicsit misztikus, és nagyon féltem. Felmerül a kérdés, hogy a nem más miben más a többi darabtól. A nem más az a diák drámaimnak a sorozatába illeszkedik bele. Volt a legelső ugye a K-élet. Egyébként érdekes kötődés, hogy a nem más a K-életből merít. Gyakorlatilag a K-élet szereplőinek a felnőtt korát mutatja be. Ez az összes előadás arra készült, hogy fiataloknak játsszuk, fiatalokkal, és a színházon keresztül próbáljanak ismerkedni önmagukkal. Minden előadás specialitása, hogy beszélgetünk utána nézőinkkel, és ezeken a beszélgetéseken nagyon érdekes dolgok derülnek ki. De egyrészt, hogy a színház az mit jelent nekik, az egy különleges dolog, de a másik, hogy az aktuális előadásból, hogy mi ragad meg bennük, mi az, ami foglalkoztatja őket. Nagyon vártam ezt az előadást, főleg azért, mert nagyon érdekes ez a szereposztás, mert hát annyira más összetétülő az egész. Ennyire vegyes valami szerintem még nem volt, ezért már eleve nagyon érdekelt, hogy mi lesz. Szándékosan nem olvastam el, mert próbáltam minél kevesebb információt összegyűjteni a sztoriról, hogy minél inkább meglepjen a dolog, és végül is jó lett. Tetszik, eleve tetszik az egész, a próbálkozás, maga a sztori is, az előadás. Szerintem nagyon jó. És gratulálok mindenkinek. Mi, amikor a keretet csináltuk, akkor így beszéltünk a jövőjükről, annak, hogy milyen lennének felnőttként. És hát ugye ezt láttuk. És nagyon jó volt látni az összes cicó mixet és a belső poénok tömkelegét. Emellett meg szerintem egy nagyon jó története van. Nekem a nem más elég közel áll a szívemhez, valószínűleg a K-élet miatt, és amiatt, hogy abban benne voltam, és az előtörténetüket ismerem a szereplőknek, és nagyon könnyen bele tudom emiatt élni magam. És tulajdonképpen a saját jövőmet is belelátom, attól függetlenül, hogy Andi nem szerepel a darabban. Nagyon tetszik, ahogyan például Sára próbál gonosz lenni, vagy éppen próbál nem az lenni. És engem az egész darab nagyon megérintett, és nagyon nagy hatással volt rám. De ez nagyon fontosnak tartom, hogy ez a diák közönség, a fiatalok eljárjon a színházba, és beszélgessenek az életről, meg a művészetről. És ez a nem másod is ez a célom. De nagyon szeretném, hogyha az én rejtett titkaimat, amiket belefűztem ebbe a drámába, azt észrevennék, vagy a saját rejtett titkaikat, amiket önkéntelenül fűztem bele, azokat észrevegyék. És szerintem ez nagyon alkalmas arra ez az előadás, hogy megmozgassa az agyukat a fiataloknak. Mindenkit várunk szeretettel, ez egy nagyon jó darab lesz. Vannak vicces és kevésbé vicces részek is, de... Éj a málnak. Az idő elmosódik, én már tudom. 5-6 év, ami még számít. Ami előtte volt, az nincs.
Csak néhány táblakép marad belőle. Az igaz, hogy te határozod meg, hogy melyik képeket akasztod fel a falra, de azért mégis így. Kemény vagy nem kemény. Az élet nem dönt rólad. Te döntesz az életről. Az életedről. Van itt valaki? Van itt valaki?